A kiskirály beszélő babája. Az országa nagy volt és hatalmas, de ő maga azért nagyon kiskirály volt. Össze-vissza nem volt több 3 esztendősnél. Mikor a trónusba ültették, alig látszott ki a feje a bíbor palástból, s a kis fejecskéje majd elveszett a gyémántoktól ragyogó koronában. Hanem azért királyhoz illő méltósággal fogadta a rendek hódolatát, fel tudta emelni a királyi pálcát, s helyeslő fejbólintással intett a miniszterelnöknek, mire az kijelenti, hogy ő felsége megnyitotta az országgyűlést, mire általános éjjelzés zendült meg. A kiskirály azt kiáltotta: mama! Hol a mama? Erre az országház elnöke kimondá a rendek határozatát, hogy a király legmagasabb kívánságára az özvegy királyné rendeltessék a király mellé. Aztán, amikor a királyné bejött a szobába, a kis király odaugrott, össze-vissza csókolta, s aztán játszottak egymással bújósdit. Volt egy, még a királynénál is hatalmasabb asszony. Ez az a bizonyos fekete asszony. Mikor valami nagy járvány dúl egy országban, azt szokták mondani, itt van a fekete asszony. Azelőtt aztán nincs magas palota, nincs bezárt ajtó, nem állják el az útját az alabárdos őrök. Be tudott jutni a kiskirályhoz kéretlenül. A kiskirály nagy beteg lett. Oda hívták az ágyához az ország leghíresebb orvosait, a csodatevő szent hölgyeket. Mert hát ennek a kiskirálynak a kicsiny kezébe volt az egész ország jövendő békessége, boldogsága. A királyné, amint a fia beteg lett, oda rohant hozzá, és aztán ott is maradt mellette éjjel-nappal. Közeledett a karácsony. Minden gyermek, még ha király is, előre örül annak, hogy mi ajándékot hoz majd karácsony estéjén számára a Jézuska. A királyné azzal biztatta a kis beteg királyt, hogy az ő számára hoz majd a kis Jézuska egy olyan babát, amely beszélni tud. Elmondja magától az egész miatyánkot. Ezzel a kecsegtetéssel bírta rá, hogy bevegye a keserű orvosságot. És nem volt ez hiú ámítás. Van egy nagy ezermester, aki villanyossággal csodaműveket tud alkotni. Edisonnak hívják. Ez kitalált egy olyan furfangot, hogy ami beszédet ember elmond, ami zenét hangszer kiád, azt egy vékony lemez mind híven felfogja, s ha ezt a lemezt egy arra való gépbe beleteszik, úgy hangzik abból a beszéd, ének vagy muzsika, mintha egy egész ember, hegedű, zenekar volna benne. Ilyen babát készítettek a kis király számára, mit karácsony estéjén a kis Jézus nevében kellett neki megkapnia. Csak hogy azon a napon már nagyon odáig volt a szegény kis király. Se evett, se ivott, se nem beszélt, a szemeit is alig nyitotta már fel. Az orvosok kifogytak minden tudományukból. Kétségbe volt esve az egész ország. A főváros egész népe éjjel az utcán sereglett a királyi palota kapujában, lesve a hírt a beteg királyról. Ilyen volt a karácsony estéje. Megjött a beszélő baba. A királyné maga vitte azt oda a beteg fiának. A kezébe tette. Itt van a beszélő baba. Megnyomták a rejtett gépet. A baba elkezdte mondani, mi atyán, ki vagy a mennyekben. Végig el is mondta. Máskor a kis király, ha mi atyánkot hallotta elmondatni, mindjárt összetette a kezét, s utána mondta. Most meg sem mozdultak az ajkai, a kezeit sem tette össze, lehúnyta a szemeit, és kiejti a játékot a kezéből. Az orvosok összedugták a fejeiket, s diákul kezdtek el beszélni. Rossz jel. Mikor már az orvosok diákul beszélnek egymással, már akkor nincs segítség a földön. Ekkor valami hangos gyermeksírás hangzott át az ünnepélyes csenden. A sírás a külső termekből jött. Kibátorkodik a királyi palota ünnepélyes csendét ilyen erőszakos zajjal megháborítani. Ne bántsátok, mondta a királyné. Az árvaház apró szentei vannak odakünn. Minden karácsony estén ajándékot szoktam közöttük osztani. Ma is feljöttek. Kinézek magam, miért sír valamelyik.
A királyné kiment az előterembe, ahol szokás szerint fel volt állítva a pompás karácsonyfa az árva gyermekek számára. Egy kis pisze apróság ott bömbölt a karácsonyfa mellett, a két öklével törülve a könnyező szemeit. Miért sírsz, kicsikém? Kérdezi tőle a királyné. Hát, mikor nekem nem hozott a Jézuska semmi karácsonyfát? Az bizony megesett. Több volt a gyerek, mint a nekik szánt ajándék. No, ne sírj, majd neked is hoz a Jézuska valamit. Azzal visszament a kiskirály szobájába a királyné, s a beszélő babát, amit a beteg kiejtett a kezéből, vette, és kivitte a hoppon maradt árvácska számára. És aztán elnézte, hogy ugrál, táncol, kacag, és kiabál a boldog gátett kicsike örömében. Odakünn, a palota kápolnájában megszólalt a lélekharang. A haldokló kiskirály lelki üdvéért. A királyné visszatért a beteg kiskirály szobájába. A kiskirály ott feküdt, behunyt szemekkel az ágyán, alig pihegett már. Az anyja a nevét susogta, azt sem hallotta már többé. És amint a legelső hajnalsugár, mint egy fényes aranypászma beszűrődött a színes ablaküveg karimáján keresztül, odavilágítva a kiskirály arcára, a királynénak úgy tetszett, mintha az arc egyszerre kipirulna. Gyermekem, fiacskám, suttogál a királyné. És erre a hangra egyszerre felnyitotta a szemeit a kiskirály. Nem halál volt az, hanem álom, életadó édes álom, ami őt elringatá. Felugrott magától fektéből, s azt kérdé nagy vidáman fennhangon. Hát hol van az a beszélő baba, amit a Jézuska hozott? Hadd játszam vele! Itt van. Itt van. Te magad vagy az. Kiáltál zokogó örömmel a királyné, csókjaival árasztva el a halálból visszatért gyermekét. A fekete asszony eltávozott. A kiskirály meggyógyult. És az egész nép azt beszéli, hogy amiért a királyné odaajándékozta az árva gyereknek a kiskirály beszélő babáját, cserében a Jézuska visszaajándékozta a királynőnek az ő beszélő babáját. És amit a nép mond, az igaz.